Segítség az induláshoz, akár 3 millió forintos támogatást is kaphatnak azok a fiatalok, akik vállalkozást akarnak indítani. A magasból figyelnek. Jövő héten elkezdik a hatóságok a parlagfüves területek légi felderítését. A gazdáknak érdemes minél hamarabb elvégezni az irtást. Kert trendek, kényelem, környezettudatosság és praktikum. Ezek 2016-ban a kertdivat meghatározó irányvonalai. Akár 3 millió forintos támogatást is kaphatnak azok a fiatalok, akik vállalkozást akarnak indítani. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Az Európai Uniós forrásra 25 évnél fiatalabb álláskeresők vagy munkanélküli diplomás 30 éven aluliak pályázhatnak. A beadási lehetőség folyamatos, a Széchenyi programirodák jövő év októberéig várják a pályázók jelentkezését. Ez az étterem néhány hónapja üzemel. A fiatal tulajdonosok pályázati forrás nélkül vágtak bele a saját üzletbe. Október elejétől egy Európai Uniós program keretében akár a hasonló vállalkozásba kezdők is jelentős segítséget kaphatnak az induláshoz. A regisztrált álláskereső fiataloknak a vállalkozóvá válását kívánja elősegíteni. Egyrészt képzési támogatással, tehát ingyenes képzéssel, vállalkozás indítási ismereteket nyújtó képzéssel, és az azt követően a támogatás igénybevételével. És mondom, hogy másodszorban pedig a 25-30 éves pályakezdő diplomás fiatalokat is érinti a program. Náluk is ugyanaz a feltétel van, tehát regisztrált álláskeresőnek kell lenni, illetve mindkét csoportra érvényes az, hogy új vállalkozás indításáról van szó, tehát nem jó az, hogyha a régi vállalkozásához, meglévő vállalkozásához szeretne támogatást igénybe venni. A program két egymásra épülő lépcsőből áll. A munkaviszonnyal és tanulói jogviszonnyal nem rendelkező fiataloknak először álláskeresőként kell regisztrálniuk, majd az ifjúsági garancia program keretében be kell jelentkezniük a helyi Széchenyi programirodába. Az irodában a kompetencia felmérés és az induló képzések után elkészítenek egy üzleti tervet, majd a vállalkozás megalapítása után pályázhat a fiatal pályakezdő. A fiatalok 2-től 3 millió forintos támogatási összegre pályázhatnak, bármilyen vállalkozási formát választhat a fiatal, lehet ő egyéni vállalkozó, lehet KFT, lehet BT, de az összegettől még változatlanul 3 millió forint. Amire ő költheti, ez gyakorlatilag személyi jellegű költségekre, szolgáltatásokra, eszközvásárlásra költheti. És nyilvánvaló vannak belső korlátai is a támogatásra, tehát nem korlátlanul nem lehet valamilyen irányban eltérni, de nyilvánvalóan az üzleti tervvel összefüggő tevékenységre lehet pályázni. És ez már bírálati szempont is, tehát hogy az nagyon vigyázni kell, hogy az üzleti tervvel összhangban legyen a költségvetés, és ezt azért figyeli a támogató is. A pályázat benyújtásához 10%-os önrészsel kell rendelkezni, viszont az utófinanszírozást megkönnyíti, hogy az elnyert összeg fele előlegként lekérhető, amiből már el lehet kezdeni a vállalkozás beruházásait. Megyeszerte 11 helyre kellett kivonulniuk a katasztrófa védőknek, ennyi segélyhívás érkezett tegnap a viharban leszakadt vagy kidőlt fák miatt. A legtöbb helyen útra vagy kerékpárútra dőltek a fák, de Jándon két autóra esett faág, míg Tornyospálcán és Nyíregyházán az Ötvös utcában egy-egy lakatlan házra dőlt fa. A vihar miatt senki nem sérült meg, a katasztrófa védelem munkatársai láncfűrészekkel darabolták fel, majd távolították el a faágakat. Jövő héten elkezdik a hatóságok a parlagfüves területek légi felderítését. A repülés során a fertőzött tarlók felkutatása az elsők között szerepel. Aratás után ugyanis hamar megjelent a földeken az allergén növény. A szakemberek arra hívják fel a gazdák figyelmét, hogy a szankciók elkerülése érdekében időben végezzék el az úgynevezett tarlóhántást. A nemrég betakarított kalászos tarlókon a gyomok, köztük a parlagfű nagy mértékben és gyorsan fejlődik a csapadékos időjárás miatt. A megyében minden évben a levegőből is figyelik a fertőzött területeket, ami igen eredményesnek számít. Idén a jövő héten lesz az első ilyen felderítés, ami előtt a gazdáknak érdemes bizonyos munkákat elvégezniük. Ilyen például a tarlóhántás, amely a nyáron betakarított növények tarlóján végzett sekély körülbelül 10 cm-es talajmunka. Ebben az időszakban a legnagyobb probléma, hogy az elmaradt tarlóhántások és az elmaradt munkák miatt a tarlókon nagyon gyorsan kezd el virágbimbós állapotba
kerülni, illetve virágozni a barlangfű. Szakmailag, gazdaságilag minden értelemben fontos a tarlóknak a elmunkálása. Növényvédelmi szempontból azért, hogy a gyomírtást is eszközlünk vele, egyéb iránt a talajnak a víz háztartását nagyon jól tudjuk befolyásolni. A tapasztalatok szerint a kukorica és a napraforgó tábla szélein van még sok parlagfű. A mesdjéken, önkormányzati utakon, ugaroltatott területeken, zárt kertekben is el kell végezni a kaszálást, gyomírtást. Ebben az évben elég sok csapadékot kaptunk. A magas csapadékszint miatt a parlagfű is kedvezően fejlődött. Jellemzően most még virágbimbós állapotban, vagy azt megelőző fenológiai állapotban van a parlagfű, tehát most még nincs tömeges pollenszóródás. Ez a párás esős idő azt is jelenti, hogy a sok csapadék ki is mossa a levegőből a pollent, de várható a jövő héttől, már várható, hogy megemelkedik a pollen koncentráció, ezért kérnénk minden fő tulajdonost, minden gazdálkodót, gazdát, hogy fokozottan figyeljen erre a problémára, és ha a tábláknak a szélein látják, hogy probléma van, akkor ott mechanikusan is próbálják meg eltávolítani. A felderítés során a légi jármű a megye teljes területét berepüli egy útvonalterv alapján. A felderítést végző földhivatali mezőgazdász és növényvédelmi felügyelő a parlagfüves területeket beméri, jegyzőkönyvezi, lefotózza. Ezek a dokumentumok a későbbi eljárás lefolytatásához szükségesek. A nem megfelelően gyomírtott kukorica, napraforgó, dinnye, burgonya táblákban található foltokat, tábla széleket is jegyzőkönyvezik. A gazdálkodó kötelessége a vonatkozó törvény alapján az ilyen fertőzött részeken az egészségkárosító allergén növény kiírtása. Az eljárás megindítását követően a felvett terület nagyságától függően 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot lehet kiróni, amelyet a földhasználónak vagy tulajdonosnak kell kifizetnie. Mindegy 20%-kal emelkedtek az ingatlan árak a CSOK bevezetése óta, hangzott el az MSZP nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Így az alacsony jövedelműeknek még nehezebb lakáshoz jutni, és országszerte a bérleti árak is jóval nagyobbak a korábbi évekhez képest, közölte Csabai Lászlóné. A tájékoztatón az is elhangzott, bár sok pozitív változás van az új lakástámogatási rendszerben, a két gyermekes családok még a 2002 és 2010 közötti időszaknál is kevesebb segítséget kapnak az államtól. Az MSZP szerint az egyik megoldás önkormányzati bérlakások kialakítása lenne. Amikor az Európa Unió is támogatandónak tartja, részben a telepek felszámolásánál, részben a városrészek rehabilitációjánál a bérlakásépítést, akkor az ország miért nem foglalkozik ezzel a kérdéssel? Hiszen ez a munkaerő mobilitáshoz is segítene, és a fiatal házasokat is segítené. Hát ha nem mennének el annyian külföldre, hogyha egy normális fizetés mellett a lakás problémájukat is viszonylag jól meg tudják oldani. Kényelem, környezettudatosság és praktikum. Ezek 2016-ban a kertdivat meghatározó irányvonalai. A családi házak udvarain ma már nem csak az esztétikai élmény dominál, előtérbe kerülnek a saját termesztésű zöldségek és gyümölcsök, valamint nagyobb teret kap a terasz, a játszóterek, amelyek a szórakozás, kikapcsolódás fontos színterei. A kertekben nem egyszerűen csak gyönyörködünk, hanem kihasználjuk a szabadtér biztosította lehetőségeket is. A szakemberek szerint ma már a kényelem mellett a környezettudatosság és a funkcionalitás kerül előtérbe a tervezéskor. A színekkel, a térrel, a kerti bútorokkal, a kiegészítőkkel játszanak a kertépítők. A mai világban már többet kívánnak az emberek, ha belép egy vendég, egy jó barát a háznak a területével, a kerítésen belül már egy megfogó hatású kompozíciót kell nekünk felépíteni. Onnantól kezdve rengeteg apró sziklakertel, rengeteg ilyen kisegítő részekkel lehet dolgokkal, kavicsokkal, forgácsokkal díszíteni még a kertet. Onnantól kezdve a növények adják magukat színükkel, magasságukkal, alakjukkal.
A korábbi letisztult egyenes vonalú formák helyett ma már nálunk is tudatos kertépítés zajlik. Még mindig divat a nyugalmat árasztó kertító, a csobogó, a madáritató, a színes kiegészítők használata. Rengeteg új dolgot hoztunk be a kertbe, labirintrendszerrel, egy kis beugrókkal, egy kis szemkecsegtető dolgokkal sikerült a kisebb kertből is nagy kertet varázsolni, és az embernek a szeme azért jár folyamatosan. Rengeteg új színt használunk, rengeteg új fajta növény van, ennek megfelelően a szakmához illően tudja a kertépítő, hogy még növény mekkorára nő, onnantól kezdve szépen növekedési sorrendbe és virágzási sorrendbe is fel tudja állítani. Minden divat manapság, ami a természetes és élhetőbb, a szerethetőbb környezet felé visz minket. Az idősebb korosztály körében hódít a hagyományos falusi kert, a színes egynyári növények kavalkádja, a fiatalabb korosztály pedig továbbra is a praktikusságot kedveli. Már látható a Nyíregyházi állatparkban az idén született karbajkesejű fiúka. A csemetét hamarosan láthatják, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Hazai környezetben a Csákvár ellen kezdi a bajnokságot vasárnap a Nyíregyháza Spartacus. A nyári szünetben 13 új játékost igazoló csapat célja a feljutást jelentő első két hely valamelyikének a megszerzése. A felkészülés harmadik hetét zárja a kisvárdai női kézilabda csapat. A Kovács Péter által irányított együttes már túl van 3 edzőmeccsen. A jövő hét végén pedig hazai rendezésű tornán mutatkozik be közönségének az NB1 újonca. Már látható a Nyíregyházi állatparkban az idén született karbajkesejű fiúka. A márciusban kelt kismadár már kirepült a fészekből, így a szakemberek idejét látták a beszoktatásnak a Tarzan ösvényén található nagy ragadozó madár röbdébe. Az áttelepítés problémamentesen zajlott, a fióka magabiztosan vette birtokba a tágas kifutót. A kritikusan veszélyeztetett madárfajnak először született utóda hazánkban. A Nyíregyházi állatparkban élő tenyészpár csak nem 20 éve költözött Sóstóra. A két madár hosszú ideig nem mutatott érdeklődést egymás iránt, de idén januárban fészket raktak, és az egyetlen tojásból 55 nap alatt kikelt a fióka. A rohamos gyorsasággal növekvő kismadár eddig egy látogatóktól elzárt részen élt, most azonban, hogy röpképessé vált, ideje volt az áttelepítésnek. A kesejű család azonnal birtokba vette a Tarzan ösvényén látható röbdét, ahol marabukkal, afrikai sasokkal és kaffer szarvasvarjúval élnek közös röbdében. Az anya és apa állat meg is erősítette egy fészket a kifutó legmagasabb pontján, és az anya és a kicsi leginkább ott tartózkodik. És nagyon érdekes, mi is meglepődtünk, hogy mindösszesen fél éves állatról van szó, de már szinte anyányi nagyságú a fióka, aki még anyai gondoskodásra szorul, előszeretettel szokta etetni a mama a kicsinyét a látogatók előtt is. Az impozáns megjelenésű állatok a közepes termetű kesejű félékhez tartoznak. Szárnyfesz távolságuk 220-240 cm. Afrika trópusi vidékein élnek, a természetben kizárólag nagyobb állatok tetemével táplálkoznak, ezáltal mindennapi életük függ a patások vonulási útvonalától. Az élelemszerzésért sokszor napi 150 kilométert is megtesznek. A karvajkesejüket a levegő bajnokainak nevezik. Általában 6000 méter körüli magasságban tartózkodnak, de megfigyelték már 11000 méteren is. Erre azért képesek, mert vérükben a hemoglobin olyan különleges változata található meg, amely erősebben kötődik az oxigénhez, így a kis légköri nyomás ellenére képes a szükséges mennyiség megkötésére. A karvajkesejűt a Természetvédelmi Világszövetség először 2007-ben sorolta be fenyegetett kategóriába, majd 2012 és 2014 között veszélyeztetettnek nyilvánították. Mivel állománya napjainkban is folyamatosan csökken, élőhelyei elvesztése, illegális kereskedelme és a megmérgezett táplálék állatai okozta pusztulása miatt 2015 óta kritikusan veszélyeztetett fajjá vált. Hazai környezetben a Csákvár ellen kezdi a bajnokságot vasárnap a Nyíregyháza Spartacus. A nyári szünetben 13 új játékost igazoló csapat célja a feljutást jelentő első két hely valamelyikének a megszerzése.
Az NB3-as bajnoki cím megszerzését követően a légiósok távoztak a Sparitól, és mivel kulcsemberekről volt szó, a vezetőknek hasonló kaliberű futballistákat kellett keresniük a játékos piacon. Végül 13 új labdarúgó érkezett a csapathoz. Dvorsák, Hermány, Holdamf, Kártik, Kónya, Máté, Úr, Tamási, Rudolf, Heffler, Dragoner, Barna és Vámos csatlakozott a nyíregyháziakhoz, akik még egy gólerős támadóval szeretnék megerősíteni a keretet. Megpróbáltuk létszámba és meg minőségbe is beüteni a keretet azért, hogy nagyobb legyen a választási lehetőség az edzőnek, meg hát megkopnak, elfogynak a játékosok egy ilyen hosszú menetelés alatt. Nyilván, hogy lesz 4-5 csapat, aki a bajnoki címért küzd. Úgy gondolom, hogy a Felcsúton kívül a Békés Csaba, a Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Kisvárda, és valaki mindig jön a suranópályán. Ezekre a csapatokra kell főként fókuszáljunk. Aztán lesznek olyan futottak, még kategória és néhány csapat, aki nem fog odaférni. Meglátjuk, úgy gondolom, hogy azok a csapatok fognak jól kijönni a bajnokságból, akinek elég hosszú a kispadja, elég bő a kerete, mert ez egy emberpróbáló hosszú bajnoki sorozat lesz. Mátyus János vezetőedző szerint a csapat ugyan még nincs teljesen kész, de a szezonnyitó mindenképpen be akarják gyűjteni a 3 pontot. A felkészülésünk megfelelő volt, aki tavaly nálunk volt, illetve aki végig csinált az alapozást, azok a játékosokkal nem lesz gond. Ő kérte a felelősséget, én vállalom, de sajnos volt, aki csak egy bő hete érkezett hozzánk. Az ő játékuk, erőletük még picikét olyan kérdőjeles, de vasárnap este 6-tól nem lesz különösebben mentségünk. Ha így, ha úgy, ha szép játékkal, ha csúnya játékkal, ha egy gólval, ha kettővel, Isten adná még többel, mindenképpen nyernünk kell. A 28-szoros válogatott támadó Rudolf Gergely vasárnap először ölteti magára tétmeccsen nevelőklubja mezét. Kihívás főleg itthon, ugye nyíregyházi születésű vagyok, és már nagyon vártam, hogy végre egyszer majd itthon játszhassak, és eljött ez az idő is. Úgyhogy nagy terveim vannak, bízom abban, hogy sikerül elérni a céljainkat ebben az évben, és feljutunk újra az első osztályba. Úgyhogy, és bízom abban, hogy minél több góllal, jó játékkal, gólpasszal tudom majd segíteni a csapatot. A Nyíregyháza Spartacus Csákvár mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Városi Stadionban. A további párosítás a következő: Budaörs Kisvárda, Cegléd Békés Csaba, Mosonmagyaróvár Zalaegerszeg, Soroksár Puskás Akadémia, Grosics Akadémia Szeged, Dorog Cigánd, Szolnok Kozár Michelin, Balmazújváros Sopron és Siófok Vác. A felkészülés harmadik hetét zárja a kisvárdai női kézilabda csapat. A Kovács Péter által irányított együttes már túl van 3 edzőmeccsen, a jövő hét végén pedig hazai rendezésű tornán mutatkozik be közönségének az NB1 újonca. A bajnokság nyitófordulójában szeptember 16-án a címvédő Győr látogat Kisvárdára. Sok futás és erősítés. Ez az, amiből az elmúlt 3 hétben jócskán kijutott a kisvárdai női kézilabdázóknak. Az élvonal újonca Kovács Péter irányításával készül a bajnokságra. Bár a taktikai elemek súlykolása a jövő héttől kap nagyobb szerepet az edzéseken, a KKC már túl van 3 felkészülési mérkőzésen. A Ferencvárostól Fehérgyarmaton 32-20-as vereséget szenvedett az élvonal újonca, viszont a következő 2 meccset már sikerélménnyel zárták a kisvárdai hölgyek. Nezi csapattal, akiről azt kell tudni, a csehszlovák bajnokságban 3. helyen végeztek. Én szerintem ez komolyabb értékmérő volt, de itt is komoly munkából jöttünk, tehát nem pihentünk rá a meccsekre, mint hogy a Fradi ellen is úgy szálltunk harc, vagy azon a héten 14 edzésünk volt. Tehát fáradt a csapat ebben az időszakban, ez teljesen normális. A tegnapi mérkőzést 1 góllal nyertünk meg, ami kicsit bosszantó volt a végén, hiszen 8 perc a vége, már 7 góllal vezettünk. A mai meccset viszont sikerült 7 góllal megnyerni, úgyhogy hasonló volt, mint a tegnapi. Jó részek voltak benne, de ez még mindig az ismerkedés jegyében. Tehát a részem, illetve a játékosok is, hogy ki kivel tud a legjobban játszani. Én úgy gondolom, sorozatban fogom kapni a válaszokat, és ezeket értékelve és összerakva kell majd meghatározni az alaptaktikát, illetve az, hogy melyik az a legjobb összeállítás, amivel pályára tudunk lépni. A kisvárdai KC a jövő hétvégén tornát rendez, pénteken és szombaton a Békés Csaba, a szlovákiai Mihalovce és a romániai Zila ellen lépnek pályára Kovács Péter tanítványai. A KKC hazai környezetben kezdi a bajnokságot, a nyitófordulóban szeptember 16-án pénteken a címvédő Győr látogat Kisvárdára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Akár 3 millió forintos támogatást is kaphatnak azok a fiatalok, akik vállalkozást akarnak indítani. Az Európai Uniós forrásra 25 évnél fiatalabb álláskeresők vagy munkanélküli diplomás 30 éven aluliak pályázhatnak. A beadási lehetőség folyamatos. A Széchenyi programirodák jövő év októberéig várják a pályázók jelentkezését. Jövő héten elkezdik a hatóságok a parlagfüves területek légi felderítését. A repülés során a fertőzött tarlók felkutatása az elsők között szerepel. Aratás után ugyanis hamar megjelent a földeken az allergén növény. A szakemberek arra hívják fel a gazdák figyelmét, hogy a szankciók elkerülése érdekében időben végezzék el az úgynevezett tarlóhántást. Kényelem, környezettudatosság és praktikum. Ezek 2016-ban a kertdivat meghatározó irányvonalai. A családi házak udvarain ma már nem csak az esztétikai élmény dominál, előtérbe kerülnek a saját termesztésű zöldségek és gyümölcsök, valamint nagyobb teret kap a terasz, a játszóterek, amelyek a szórakozás, kikapcsolódás fontos színterei. Friss hírekkel legközelebb, hétfő este jelentkezünk, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják majd. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. A hétvégén egy tőlünk délnyugatra elhelyezkedő anticiklon hatása érvényesül időjárásunkban, emiatt a következő napokban csökken a csapadékhajlam. Este csökken a felhőzet, éjjel derült, illetve gyengén felhős időre számíthatunk csapadék nélkül, a változó irányú szél gyenge marad. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, csak elszórtan fordulhat elő kisebb zápor, a változó irányú szél mérsékelt marad. Délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Vasárnap többnyire napos, meleg időre van kilátás, majd hétfőn egy hideg front éri el hazánkat, ami záporok, zivatarok kíséretében kedre átvonul felettünk, és mögötte több fokkal hűvösebb, de száraz levegő áramlik fölénk. A jövő hét második felében ismét sok napsütés várható és melegszik az idő, de a hétvégén érkező hideg front hatására megtorpan a felmelegedés.